Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban visszatér az elviselhetetlen hőség, akár a 37 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. A nagy meleg az időseket és a krónikus betegeket viseli meg különösen, de mindenkinek nagyon óvatosnak kell lennie ilyenkor. Sőt, a házi kedvencekre is még nagyobb figyelmet kell fordítani ebben a nagy melegben. Ezzel a témával folytatja Tari a következő vendégével. Barna István a vendégünk a Semmelweis Egyetemben, a és Onkológiai Klinikának egyetemi docense. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye visszatér valóban a nyári hőség, itt ez még az egészséges szervezetet is megviseli, pláne azt, akinek valamilyen betegsége van. Hogyan hat ez a szervezetünkre, amikor hirtelen ilyen magasra kúszik a hőmérő higany szála? Nagyon komplikáltan és nagyon komplex módon hat, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy részére hat, hiszen minden részére hat keringéstől kezdve a bőrünkön át, a tüdőnkön át, az izmainkon, minden létező szervünkre hat ez a nagyon nagy meleg, de persze ugyanígy hatott a hirtelen kialakuló nagy hideg, a hirtelen kialakuló vihar, és minden, amihez kell hirtelen alkalmazkodnunk, az egy megterhelést jelent az egészséges szervezet számára is. A hőség az hogyan befolyásolja a szervezetünk működését, például a keringésünket, mert ugye nagyon sokan küzdenek keringési rendellenességgel egyébként is, ez csak tovább súlyosbíthatja elég jó meg tudjuk figyelni azt, hogy azokban az esetekben, amikor megérkezik a meleg front, akkor a vérnyomásérték jelentős mértékben lecsökken az előtte levő napokban, ezért nagy jelentősége van annak, hogy folyamatosan otthon ellenőrizzük a vérnyomásunkat. De hát ugyanilyen nagy jelentősége van különböző típusú ritmuszavarok esetén, lényegesen gyakoribbakká válnak a kisebb-nagyobb mértékű pitvari, illetve kamrai extra ütések is, ugyanez nagyon nagy jelentősége van a vesebetegek körében, ahol megint csak ismert módon a vese működése jelentős mértékben beszükülhet, de ugyanez érvényes a cukorbetegekben, és sorolhatnám szinte minden kóros állapotot. Ilyenkor több akut eset is történik egyébként? Tehát aki krónikus betegséggel küzd, hogy hirtelen súlyosbodik az állapota, és még orvosi ellátásra szorul? Azokban az esetekben, ahol a, az emberek nem figyelnek erre. Tehát nem csak arról van szó, hogy e, önmagában ez egy veszélyeztetett e, állapotot jelent, az alapbetegség, hanem az a kérdés, hogy ebben az időszakban mennyire törődünk azzal a plusz veszéllyel, ami a kívülről érkezik hozzánk. Egészen komplex módon szoktunk ezt javasolni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most ugye az alapmondat az úgy hangzik, hogy korai reggel menjünk e, Egyáltalán a levegőre, vagy késő este menjünk a levegőre, első elsötétített szobába vegyünk, ezt elég jól tudjuk, és bőségesen ígyunk folyadékot. Azonban, ha az egészet egy kicsit távolabbról nézzük, hogy hogyan változtassuk meg az öltözködésünket, hogyan változtassuk meg. A fizikai aktivitásunkat, a táplálkozásunkat, és sok-sok minden egyéb részeket, akkor már bizony azok az emberek, akik krónikus betegségben szenvedők, reményeink szerint egy kicsit felkészülnek erre a történetre. Milyen tanácsokat ad ilyenkor a betegeinek? Például öltözködés. Mondjuk az öltözködésnél maradjunk. Hát teljesen egyértelmű, hogy a sötét ruhát lehetőleg kerülni kell, a lemvászon az nagyon szerencsés. A, minden, akár férfi, akár nő kalapot hordjon, vagy olyan módon kezelje saját magát, ahol nem kerül a napra. Hát ez itt most szól. Aztán nagyon fontos az, hogy könnyű bőrruhákba járjon, tehát ezek mind olyanok, amikre azt lehet mondani, hogy biztonsággal, hogy valamilyen módon meg tudja előzni ezeket az eltéréseket. A folyadékfogyasztás, ugye mindig elmondják, Leveszem a víz... tíz a hangját, bocsánat, Igen, bocsánatot kérek. Rendben. De. Ugye ez sokszor elhangzik, hogy víz, gyümölcslé, levesek például, de mennyit? Ugye naponta két-két és fél litert javasolnak békeidőben. Amikor nagyon nagy a hőség, akkor ennél többet kell inni. Békeidőben és nem békeidőben is a nagy meleg esetén a, a kifele menőte az, amit érdemes megnézni, tehát hogy mennyi legyen a napi vizelet mennyiségünk. Tehát azt jelenti, hogy az előző két-két és fél liter az a vizelet legyen. És innentől fogva semmi jelentősége nincs annak, hogy milyen a hőmérséklet, milyen a hideg, milyen a meleg, milyen a fizikai aktivitás, hanem egyértelmű az, hogy annyit kell inni, hogy legalább 7-8 alkalommal menjünk ki a toaletre, és megfelelő módon legyen vizelet mennyiségünk. Ugye az éjszakák ilyenkor, különösen aki mondjuk városban él, nincsen esetleg elég kondicionáló, az is súlyos bítja a helyzetet, hogy ugye nagyon nehezen lehet pihenni, mert éjszaka sem hűl le a levegő rosszul alszunk, keveset alszunk, ez továbbrontja a helyzetet. Egy továbbrontja a helyzetet, és amire mindig felhívom a figyelmet, hogy minden gyógyszert ilyenkor lehetőség szerint meg kell beszélni a kezelőorvossal, hogy mi az, ami változtassunk. Nagyon gyakran az emberek ilyenkor kicsit több alkoholt próbálnak inni, hogy jobban tudjanak aludni. Hát erről mindenkit lebeszélnék, hiszen az alkohol hatása még kevésbé kiszámítható ebben az időszakban. Ugyanez érvényes a fizikai aktivitásra. Szoktuk mondani, hogy a reggeli órákban töltsön bárki milyen fizikai aktivitást valaki. Itt az esti órákban, ugye szoktuk mondani, hogy ha valaki esti órákban egy kicsit sétál, akkor jobban megy majd az éjszaka. Ez igaz, hogyha ezt 19 óra után kezdi el és tartja 21 óráig, és nem valami izgalmas filmmel fejezi be az estét egy melegszobában a gyógyszerek esetében van olyan betegség, van olyan gyógyszer, aminek ilyenkor változtatni kell az adagolásán, tehát emelni vagy csökkenteni? Egyértelműen van. Döntően ugye a magas vérnyomás betegségben, ritmuszavarok esetén van ennek nagy jelentősége, hiszen önmagában az a tény, hogy téli és a nyári időszak között durván 4-6 higany mm milliméteres szisztol és vérnyomás különbség van, az ezekben a periódusokban még nagyobb a különbség, vagyis még nagyobb mértékben leesik a vérnyomásérték, tehát ellenőrzéssel tudjuk azt, kezelőorvosunkkal való megbeszélést kapcsán, hogy mennyire csökkentsük a vérnyomás csökkentőinket. Gyerekek esetében mire érdemes odafigyelni? Gyerekek esetében nem csak arra érdemes odafigyelni, hogy a gyereknek a szomjussága, pont úgy, mint az idős emberek szomjusságérzése, az jelentős mértékben csökken. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy nem csak önmagában a folyadékbevitel, hanem a nátrium, a kálium, a magnézium, kálcium bevitelt is kell biztosítanunk gyerekeink számára, ezért az ajánlásban úgy szoktuk mondani, hogy lehetőség szerint a teába egy kis sót tegyen, éppen annyit, hogy meg tudja inni. Hogyha esetleg tápanyag kiegészítőben a magnéziummal, meg egyéb, amit az előbb említettem, ionokat tudja vinni, lényegesen tudunk segíteni. Ha gyereket levisszük sétálni, akkor csak a kora reggeli, megint csak is a késő esti órákban. Nem is merem kiejteni azt a szót, hogy autóba semmi, egy percet se hagyjunk gyerekeket, hiszen egy pillanat alatt kiszáradnak. De ugyanez érvényes a strandra is, hogy nagyon végig kell gondolni azt, amikor egy család kimegy a strandra, és azt gondolja, hogy akkor itt most nagyon kellemesen vannak, azt gondolom, hogy bizonyos kor alatt ne menjünk ki gyerekkel a strandra, hiszen aránytalan sebességgel kiszáradhatnak, nem tudjuk olyan sebességgel tölteni a megfelelő folyadékot. Az étkezésnél az előzőkben említettük néhány szót, hogy a salátákat, hogy a gyümölcsöket, hogy a sós ételeket fogyasztjuk. É, semmiképpen nem a klasszikus magyar ételek azok, amik ilyenkor ajánlottak. Igen, ilyenkor inkább könnyebb, jobban emészthető. nem nehéz, nem zsíros, Így van. nem fűszeres ételeket. Nagyon szépen köszönjük a köszönöm a lehetőséget. Csak.